Nagy tisztelettel köszöntöm a sajtó megjelent munkatársait. A Mi Hazánk Mozgalom felszólítja Székely Tamást, a VDS elnökét, hogy ne váljon a magyar dolgozók árulójává és szálláscsinálójává a harmadik világbéli vendégmunkásoknak, ugyanis a VDS elnöke a napokban azt nyilatkozta, hogy szeretnék segíteni a harmadik világból érkező vendégmunkásokat, sőt saját szakszervezetbe szeretnék őket tömöríteni. Ez egyértelműen a magyar dolgozók érdekei ellen hat, ugyanis ennek hatására még inkább lejjebb csökkennek a magyar bérek, és még inkább elindul a kivándorlás Nyugat-Európába. Egy magyar érdekű szakszervezetnek ilyenkor tiltakoznia kellene ez ellen a folyamat ellen. Mindenesetre három fő pontot érdemes körüljárni e téma kapcsán. Az első pont, hogy miért gyenge évek, évtizedek óta a szakszervezetiség, a szakszervezeti mozgalom Magyarországon. Egyrészt azért, mert léteznek olyan nagy szakszervezeti konfederációk és azon belül vezetők, akik sok milliót kapnak éves szinten a kormánytól. Nyilván cserébe azt várják el, hogy a bértárgyalásoknál ne nagyon csapkodják az asztalt a magasabb bérekért. És további ok még az is, hogy vannak olyan szakszervezetek, amelyek viszont a balliberális oldalhoz vannak becsatornázva, és csak politikai célokat szolgálnak. Másrészt, azok a szakszervezetek, akik tényleg tisztán, hitelesen és őszintén tenni szeretnének a magyar dolgozókért, ők teljes mértékben el vannak lehetetlenítve. A szakszervezeti jogokat 2012 óta a munkatörvénykönyve... Bocsánat, jó napot kívánok! Lantos János vagyok. Hallom, hogy a szakszervezeti kezdeményezésünket próbálja helyzetbe hozni, amiben valószínűleg nem tudja, hogy miről van szó. Egy sajtótájékoztatót tartunk, ahol az álláspontunkat kifejezzük, úgy gondolom, hogy ehhez jobbunk. Ez az álláspontoz mindenféleképpen kéne valami háttérinformáció. Tudja, mi az, hogy kollektív szerződés? Természetesen tudom. Én olvastam ezeket, és nem csak annyit olvastam, amit az MTI kiadott, ennek tükrébe alakítottuk ki az álláspontunkat. A szakszervezetnek pontosan a magyar munkavállalóknak az érdekeit védjük azzal, hogy azokat a munkavállalókat, akik Magyarországra jönnek, szervezettek legyenek. Mert ha nem szervezettek, akkor a munkáltatók sokkal jobban ki fogják tudni használni azt a lehetőséget, hogy a szociális dömpingnek köszönhetően lenyomják az árakat. Én ezt tökéletesen értem, csak eleve a helyzet a rossz, hogy ilyen intézkedéseket kell a kormánynak meghozni, hogy harmadik világbéli munkavállalókat hoz be Magyarországra, mert azért, hogyha mérleg két serpenyőjét nézzük, akkor ez sokkal inkább lentebb nyomja a béreket. Kormánynak már meg kellett volna emelni jóval magasabbra a minimálbért, hogy például a kivándorlást ezzel is meg lehessen akadályozni. Megfelelő oktatási rendszerrel kellene segíteni azokat a fiatalokat, akik szeretnének minél többet tanulni, és itt Magyarországon elhelyezkedni. A kormányzatnak olyan beruházásokat kellene támogatni, ami sokkal nagyobb hozzáadott értéket tartalmaz, ennek köszönhetően magasabb béreket lehetne adni a munkavállalóknak. Ebben tökéletesen egyetértünk. A vita maximum abban van közöttünk, hogy szerintünk ez nem szolgálja a magyar dolgozó érdekét, hogy így deklaráltan kijelentik, hogy segítenék a harmadik világbéli munkavállalókat. Akkor, bocsánat, hogy befejezem, amikor ugye azt tapasztaljuk, hogy a 4,7 millió magyar munkavállalónak gyakorlatilag 3-4% a tagja valamilyen szakszervezetnek, az elmúlt évtizedekben nyilván ennek oka van, hogy ez kialakult, mégpedig az, hogy óriási apátia uralkodik körükben, mert nem akarnak belépni szakszervezetekbe, mert úgy gondolják, hogy egész egyszerűen nincs értelme. Tehát én azt gondolom... Mert az oktatási rendszerből kivették azokat az elemeket, amelynek során az iskolákban, legyen az általános iskola vagy középiskola, a diákok megismerjék azt, hogy mi a magyar munkavilága, amiben beletartozik például a szakszervezetek ismerete, mert hogyha a dolgozók, pályakezdő fiatalok tudnák, hogy mi az, hogy kollektív szerződés, mi az, hogy munkajog, mi az, hogy milyen kötelezettségei és jogai vannak egy fiatal pályakezdőnek, vagy egyáltalán megismernék azt, hogy milyen munkavédelmi feltételekkel kellene a munkáltatókat biztosítani egy ipari üzemben, de akár máshol is, akkor teljesen másképp lenne, és másképp alakulna a helyzet. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy a munkaügyi ellenőrzések során is
sokkal többet kellene fordítani a munkahelyvédelem és a munkahely biztonsága érdekében, ami szintén kormányzati feladat. Néhány héttel ezelőtt erről tartottam sajtótájékoztatót, statisztikával alátámasztva, hogy a Fidesz kormány alatt hogyan csökken évről évre a munkaügyi ellenőrzések száma. Tehát teljes mértékben így van, hogy kiszolgáltatottabbá válnak a magyar dolgozók, hogyha kevesebb a munkaügyi ellenőrzés. Ebben is egyetértünk ezek szerint, még egyszer mondom, abban nem tudok egyetérteni, hogy ezt így deklaráltan ki kell jelenteni, mert ez elősegíti a beáramlását a harmadik világbéli munkavállalóknak. Nem segíti elő semmiképpen, az segíti elő, hogyha a kormányzat minél jobban kinyitja a lehetőséget a harmadik országbeli munkavállalóknak a magyarországi munkavállalásra, az segíti elő. A mi kezdeményezésünk és a mi programunk pontosan azért született, hogy azok a dolgozók, akik Magyarországra érkeznek, legalább azonos bérszínvonalat kapjanak, mert hogyha alacsonyabb bérrel foglalkoztatja a munkáltató, akkor ez le fogja nyomni a munkahelyeken a béreket. És pont ezért, mert ha szervezett a munkavállaló, akkor megvan az a védelem, a közösség védelme, hogy nem tudja a munkáltató például alacsonyabb bérrel foglalkoztatni. Csak hogy az egyik dolog. Igen. A másik dolog, hogy komoly konfliktus van, kultúrabeli konfliktus van, ezt is egyébként elő kéne segíteni, senki nem fogja a munkahelyeken ezzel foglalkozni, és tudja, mi a másik probléma? Hogy azáltal, hogy harmadik országbeli munkavállalókat foglalkoztatnak, a harmadik országbeli munkavállalók tekintettel arra, hogy a törvénytervezet is azt eredményezi, hogy nem családdal jön, minél többet fog dolgozni, mert egyszerűen neki nem érdeke az, hogy ott a különböző szállásokon nézze a négy sarkot, hanem be fog menni túlórázni, és ezzel minél több túlórát fognak a harmadik országbeli munkavállalókkal véghez vitetni, eközben a magyar munkavállalók pedig rá fognak kényszerülni arra, hogy ők is plusz túlórát vállaljanak, mert belső verseny és belső feszültség alakul ki. Ezért kell egyébként a harmadik országbeli munkavállalókat is szervezni, hogy ez az egyensúly meglegyen az adott munkahelyen. És ezt más nem fogja tudni megcsinálni, csak szakszervezet, mert senki nem kap segítséget. Igen. Köszönöm szépen akkor az eszmecserét. Szerintem egyébként konstruktív volt. Volt, amiben egyetértünk, volt, jó, amiben nem. Azért mondom, hogy mielőtt bármiféle negatív vélemény ezzel a kezdeményezéssel kapcsolatosan elhangzik, jobban körül kéne járni. Teljes mértékben körül jártam. Köszönöm, minden jót. Hát, igen, csak rendkívüli a jelenlegi sajtótájékoztatónk, ilyennel még nem találkoztam, hogy maga az érintettel tudtam beszélni. Ez mindenképpen pozitív és előremutató. Abban meg nem győztük egymást, hogy én továbbra is azt gondolom, hogy ez a magyar dolgozók érdekei ellen hat, hogyha a harmadik világbéli munkavállalókat deklaráltan segítjük. És a harmadik pontra azért még rátérnék, hogyha föl tudják venni a fonalat. Ugye a fő probléma az, hogy a Fidesz rendszere a globális kapitalizmus kiszolgálására szegődött, hiába csomagolja ezt, hogy nemzeti színekbe, belső tartalmában és szerkezetében nem nemzeti, hanem nemzetközi globalista természetű, amely az olcsó munkaerőre épül, a globális nagytőke kiszolgálására. Csak hogy ennek hatására több százezer magyar hagyta el Magyarországot és ment Nyugat-Európába, és ezért kell úgymond idézőjelben a kormánynak behozni a harmadik világbéli munkavállalókat. A fenti pontok kifejtése után gyakorlatilag akkor láthatjuk, hogy egy tartósan, alacsonyan tartott magyar bérszínvonal, egy gyenge szakszervezetiség, elvándorló magyarok és tízezrével beáramló harmadik világbéli munkavállalók. Ez nem túlzás. A KSH statisztikái szerint az elmúlt hónapokban tízezrével érkeztek, tehát 80 ezer felett van a harmadik világbéli munkavállalók száma Magyarországon. Én nem vagyok teljesen biztos benne, hogy ez már nem érte el a 100 ezeret. És akkor is, hogyha Székely Tamásnak más a véleménye, a Mi Hazánk Mozgalom munkaügyi kabinetjének az a határozott véleménye, hogy egy magyar érdekű szakszervezetnek ilyenkor kőkeményen fel kellene lépnie ez ellen a folyamat ellen, a kormány migráns importja ellen, a magyar dolgozók védelmében, és kemény bértárgyalásokba kellene fognia az ellen, hogy a bérszínvonal továbbra is alacsony legyen, és hangsúlyozom, hogy ezek a bértárgyalások nem azok a bértárgyalások, amelyet az elmúlt évtizedekben a fehér abrosz és a pogácsa szimbolizált, úgyhogy határozottan tartjuk magunkat ahhoz a véleményünkhöz, hogy ez nem a magyar dolgozó javát szolgálja.